Mindenütt megtalálhatók. A dél-amerikai dzsungelekben, az egyiptomi sivatagokban, Kína távoli tájain, és hihetetlen módon hasonlítanak egymásra. Vajon miért? Ez a piramisok nagy rejtélye. A megoldáshoz el kell látogatnunk a világ néhány távoli pontjára. Jöjjenek velem! Nem bánják meg! A piramisok rejtett titkai. Van egy találós kérdésem. Milyen országban vagyunk? Adok néhány segítséget. Fejre vigyázni? Íme az első. A világ legnagyobb piramisában vagyunk. A második segítség, hogy csak nem 5,5 kilométernyi alagút található benne. Az utolsót a kanyar után meglátják. Íme! Ezek itt egy régi piramis maradványai, amely köré egy hatalmas új piramist emeltek. Nos, önök szerint hol vagyunk? Fogadjunk, hogy Egyiptomra tippeltek, de nem. Mexikóban vagyunk. A piramisok a világ minden táján megtalálhatók. Mutatok néhány olyat, hogy nem hisznek majd a szemüknek. Mindenki tudja, hogy Egyiptomban vannak piramisok, de valójában a világ minden táján megtalálhatók. Kínától Mexikóig, Iraktól Közép-Amerikáig több száz emelkedik. Fogadjunk, hogy nem tudták, több piramis található Mexikóban, mint Egyiptomban. De miért építettek az ősi civilizációk piramisokat szerte a világon? És van még valami, ami furcsa. Hihetetlenül hasonlítanak egymásra. Például a mexikói nappiramis és az egyiptomi nagypiramis alapterülete csak nem teljesen azonos. És nem csak ebben hasonlítanak. Mindkét piramist a nap, a hold és a csillagok szerint tájolták. És mit szólnak ehhez? Indonézia rizsföldjeiből nő ki az a piramis, amelynek ikertestvére tőle több ezer kilométerre Mexikóban található. Hogyan lehetséges ez? Hogyan fordulhatott elő, hogy egymástól több ezer kilométerre élő emberek olyannyira hasonló piramisokat építettek? A válaszért a világ minden pontján meg kell néznünk a piramisokat, mégpedig közelről. Első állomásunk Egyiptom. Nem tudom, hányszor másztam már meg a nagy piramist, de minden alkalommal lenyűgözött. Hajdanán minden viktoriánus turista megmászta, de ma különleges engedély kell hozzá. Túl sok halálos baleset történt, úgyhogy eszükbe ne jusson utánozni, ha Egyiptomba jönnek. Az ókori egyiptomiak nem így látták ezt a piramist. Amikor befejeződött az építés, lehetetlen lett volna megmászni. Puha fehér mészkő fette, csak nem a csúcsáig. A csúcsát pedig aranysapka borította. Gyönyörű lehetett! De Khufu király nem csak azért építette piramisát, hogy elkápráztasson minket. Nagyon is fontos célja volt vele. Nézzük meg együtt egy másik piramist, és kiderül. Ez itt alig emelkedik ki a földből, de lent a szívében megtaláljuk létezésének okát. Egy sírhely, amely második Ramszesz múmiáját hivatott megvédeni. Ide általában senkit nem engednek be, de mindig látni akartam. Most itt a lehetőség. Jöjjenek velem! Nem fogják megbánni. Ó, vagy mégis? A 19. századi kutató, aki ezt az alagutat kiásta, a király temetkezési csarnokát kereste.
Amikor megtalálta, bizonyára azt hitte, hogy megütötte a főnyereményt. De később csalódnia kellett. A szarkofág üres volt. Tolvajok előzték meg. Láthatók a feszítővas nyomai, ahogy megpróbálták felnyitni a szarkofágot. Most megmutatom azt, amit a tolvajok itt hagytak. A portréjukat. Ez itt úgy néz ki, mint Elvis, a jellegzetes pofaszakállal. Soha nem láttam ehhez hasonló hajviseletet az ősi Egyiptomban. Úgy tűnik, a tolvajok rock and roll rajongók voltak. A sírrablók minden értékeset elvittek, de hogy elképzelésük legyen arról, hogy mi minden lehetett itt, hadd mutassak meg egy másik sírt. Bostonban vagyunk a Szép Művészeti Múzeumban. Amit most mutatok, az nem királyi, csak majdnem. Ezek a tárgyak az egyik egyiptomi provincia kormányzójának a tulajdonát képezték. Itt van ő, a neve Jehudi Nacht. És látják ezt a fickót? Ő a szolgája, és egy edény van a kezében izzó faszénnel, amelybe illatosító labdákat dobál az istenek kedvére. Mintha egy mai templomi szertartást látnánk. Most nézzük meg közelebbről Jehudi Nachtot. Látják, mi van a nyakában? Nyaklánc. És tessék, a nyaklánc, amit a mindennapokon viselt, itt van. A tolvajok leginkább csak a fát hagyták a helyén. Értéktelen volt a számukra, mint ezek a faszobrocskák. Jehudi Nachtnak 60 darab volt belőlük. El tudják képzelni, mi mindene volt egy királynak? De hadd mutassam meg a kedvencemet. Ez itt a szolgák felvonulása. A sor végén haladó nő Jehudi Nacht tükrét viszi. Egy kis váltáskában tartják, hogy ne karcolódjon meg. És íme az arc, ami egykor a tükörbe nézett. Ő Jehudi Nacht. Vagy legalábbis a feje. A tolvajok az ékszerek után kutatva tönkretették a testet. Ne feledjék, egy múmia nagyon törékeny. Nem hajlik, törik. De a fej jól konzerválódott. Nézzék csak meg, még mindig látszik a haja. És még szemöldököt is festettek a vászonra. Egy valamije azonban nincs. Agya. Ez az első múmiák egyike, amelynek eltávolították az agyát, hogy konzerválhassák. Szegénynek elvették az eszét. Mint általában, Jehudi Nacht sírhelyéről is ellopták a kincseket. De olykor még a rablók sem vesznek észre mindent. 1894-ben Jacques de Morgan archeológus kincsek után kutatva egy lerombolt piramis alá ásott Dashurban, Kairótól 36 kilométerre. De Morgan tudta, hogy Dashurban már két nagy piramist kiraboltak, ezért egy kisebb, kevésbé fontosnak tetsző piramist tárt fel. Több kisebb, kifosztott kamrát is talált. A fadarabok, amelyekkel a rablók 2000 évvel ezelőtt felnyitották a szarkofágot, még a helyükön voltak. Amikor de Morgan ideért, észrevette, hogy a szarkofág alatti földet fellazították. Ásni kezdett, és szó szerint aranyat lelt. De Morgan egy királyi ékszeres ládát talált. Az ő felfedezése nyomán találtak rá Egyiptom addigi legfantasztikusabb kincseire. Ne feledjék, ez 30 évvel Tutankhamon sírjának felfedezése előtt történt. A lapok kellő mértékben méltatták de Morgan felfedezését, és romantikus történetekkel fűszerezve mesélték el kincses karaványának útját a sivatagon át. Még soha senki nem látott ilyesmit. Egyiptomi királyi ékszerek, fejdíszek, nyakláncok, karperecek. Nos, lelkes piramiskutatóim, a nagy rejtély megoldásához, hogy miért olyan hasonlók a piramisok, immár két nyomunk is van. Először is. Az egyiptomi piramisok a fáraók sírhelyeiként szolgáltak. Másodszor, jól lehet, ma már megmászhatók a piramisok, ez egykor nem így volt. Nem voltak lépcsők. Ezt ne feledjék.
Ahogy mondtam, mindenki tudja, hogy Egyiptomban vannak piramisok. Most elviszem önöket valahova, ahol eszükbe sem jutna piramist keresni. Ez a New York Times 1947. március 28-ai számának címlapja. Maurice Sheehan ezredes egy piramist vett észre legendás repülőtigrisének fedélzetéről. 300 méter magasra becsülte. Körülbelül kétszer akkora lehetett, mint az egyiptomi nagy piramis. A pilóta elmondta, hogy a piramist Sheehantől 60 kilométerre délnyugatra látta. Sheehan gyönyörű város. Ma is láthatók az ősi falak, amelyek Kína egykori fővárosát védték. Csodálatosan keveredik itt a régmúlt és a jelen. Van itt egy iszlám negyed kis boltokkal, amelyekben minden megtalálható a festőecsettől a közép-keleti ételekig. Az iszlámok Sheehan egykori selyem útja miatt érkeztek ide. Néhány arab kereskedő itt maradt, és leszármazottaik ma is iszlámok. De nem a nyárson sült kedvéért jöttem ide, szeretném megtalálni a pilóta piramisát. Azt mondta, hogy Sheehantől délnyugatra található, vagyis a várostól elég messze. Van is egy piramis, amit egyesek szerint láthatott, Csincsászár piramisa, amelyet a híres agyaghadsereg őriz. Meglehetősen nagy. Csak hogy ez nem lehet az. Nézzék meg a térképet. Ez itt Sheehan városa. Csin sírja északkeletre található. Vagyis itt fönt. De a pilóta azt mondta, hogy nyugat felé repült. Ha meg akarjuk találni a piramist, erre kell elhagynunk Sheehant, és nyugat felé kell mennünk. Pilótánk idejében még nem voltak autópályák. Most van bőven. Ha a repülőtéri utat választjuk, jó irányban haladunk. Hamarosan ott is vagyunk. Közben látunk egy régi sírt, csak nem 2000 éveset, de ami nekünk kell, az sokkal nagyobb. Na, ez már valami. Valószínűleg ez a pilótánk piramisa. A Han dinasztia egyik császárának sírja. A helyi földművesek még ma is császáruk közelébe temetik halottaikat. Számukra itt nincs rejtély. Csak a nyugatiak nem tudnak a kínai piramisokról, mert a kommunista Kína hosszú időn át el volt zárva a külvilágtól. Ez tényleg nagy! A pilótán könnyen észrevehette. Számos társa található erre. A Han piramisok körülbelül 75 méter magasak, fele akkorák, mint a nagy piramis, és igencsak különböznek az egyiptomiaktól. A tetejük egészen lapos, de nem ez az egyetlen különbség. Ez a piramis természetes domnak látszik, pedig nem az. Ember emelte. Minden része emberi munka. A kínai piramisok nem kőből vagy agyagtéglából készültek, mint az egyiptomiak. Nedves földet halmoztak fel és döngölték le, majd megvárták, míg kiszárad. Bevált módszer. A kínai nagyfal legnagyobb része is így módon épült. Csak néhány területen állt rendelkezésre kő, így a fal nagy része földből épült, de még ma is több ezer évvel később is áll, és jól láthatóak benne a faágak és a döngölt rétegek. Lehet, hogy valóban létezik a repülőtigris kínai piramisa? Sokban különbözik az egyiptomi piramisoktól, de egy uralkodó temetkezési helye volt, akár csak egyiptomi társai, és kincseket is rejthet belsejében. Ebben a korszakban az uralkodókat jádekőbe öltöztetve temették el. Ez itt tehát közel sincs 300 méter magas. A levegőből nehéz megbecsülni. De bármilyen hihetetlen, tudok olyan kínai piramist mutatni, amely több, mint 300 méter magas. Még ne hívják a mentőket. Jól van.
Azt ígértem, mutatok egy több mint 300 méter magas piramist. Ezek a kínai Tang dinasztia udvari hivatalnokainak sírjai. Császárok sírja közelében akartak megpihenni, a horizonton látható hatalmas, több száz méter magas piramis közelében. De gondolom már kitalálták, ezt nem ember alkotta. Ez egy természet által kialakított piramis. Az új dinasztia uralkodói is piramist akartak, de takarékosak is voltak. Ezért sírjaikat több száz méter mélyre a hegyoldalba vájták. Az uralkodó még ma is itt van valahol a hegygyomrában. Senki sem tudja, hol a bejárata, de belseje biztos, hogy mesés kincseket rejteget. A császár sírkamráját nem sikerült megtalálni, de elképzelhetjük, milyen lehetett, ha megnézzük ágyasa, Yang úrhölgy sírját. Mérete csupán töredéke a császár sírjáinak, de éppen maradt. Jöjjenek, megmutatom. Látják ezt a különös alakot? Külföldi. És látják, ennek mekkora orra van? Ez nem kínai orr. Ezek itt mongolok. Lovakat hoztak ajándékba Yang úrhölgynek. Á, itt is van a hölgy. Látják ezt a dupla tokát? Yang úrhölgy idejében igen divatos volt. A pufi volt a menő. Yang úrhölgy különleges volt az uralkodó számára. Amikor a császár felesége meghalt, Yang úrhölgy lépett a helyébe, ő lett a kínai first lady. Ez Yang úrhölgy szarkofágja. Úgy néz ki, mint egy ház. Van teteje, ajtaja. De még egy kis ablak is található rajta. Yang úrhölgy különösen fontos személyiség volt. Sírja valószínűleg nem sokban különbözik a császár sírjától, akihez életében is oly közel állt. A Tang dinasztia császárait piramis alakú hegyekben és dombokban temették el. A kínaiak, egyiptomiak és mexikóiak kultúrától függetlenül a piramis formát választották. De vajon miért? Figyeljenek a tanárbácsira és megtudják. Következő állomásunk piramisváros, a mexikói Teotihuacánban. Öveket becsatolni. Ez itt a teotihuacáni holtak útja, és végig piramisok szegélyezik. Látják? Jobbra ez itt a nappiramisa, egyenesen előttünk pedig a holdpiramisa. A nappiramisa az amerikai földrész leglenyűgözőbb építménye. De csak napjainkban jöttek rá a régészek, hogy miért ide építették. Hogy megtudjuk, mélyen a piramis belsejébe kell hatolnunk. Amikor felfedezték ezt az alagutat, a bejáratot teljesen eltorlaszolta a törmelék. Ahogy egyre mélyebbre és mélyebbre hatoltak, 22 darab ehhez hasonló falat találtak, amelyek elzárták az utat. Valószínűleg kíváncsiak lettek, mit védenek a falak. De a kincs eltűnt. Tolvajok tették rá a kezüket. Viszont megtalálták Közép-Amerika legszentebb helyét. A helyet, amiért a piramis épült. Vajon miért tekintették ennyire szentnek ezt a szűk kis barlangot? Hitük szerint a barlangok átjárók voltak a következő világba. A nappiramisa az alvilág bejáratát őrizte. Ez volt a titka. Gyakran a föld alatti forrás volt a nép egyetlen vízlelőhelye, az élet forrása. Önök egy természeti tüneményt látnak. Nap mint nap megfigyelhető itt. Nem csoda, hogy szentnek tartották az ilyen helyeket. Az istenek birodalmának. Én is annak tartom.
Nem messze a nappiramisától található egy másik titokzatos piramis. Ám sokkal ijesztőbb. Több mint 100 feláldozott ember találtak a tollas kígyó piramisában. Az egyik sírban például 9 harci ruhába öltöztetett fiatal volt eltemetve, hátra kötött kézzel. Most szeretném megmutatni, hogy milyen embereket áldoztak fel. Ezt a tollas kígyó piramisában találták. Nézzék meg közelről a fogait. Tökéletesek. Ez egy fiatal személy volt életének virágjában. Éppen ilyeneket választottak áldozáshoz. És nézzék csak! Ezt a nyakláncot egy másik áldozat mellett találták. Kagylóból faragták ki, úgy, hogy emberi fogakat formázzon. A legjobbjaikat temették el. Csak a legjobbat adták az isteneknek. De miért volt szükség áldozatra? A tollas kígyó piramisa megadja a választ. A piramist Quetzalcoatlnak, tollas kígyónak szentelték, aki a saját véréből teremtette az embert. Ezek az építmények nem uralkodói sírhelyként szolgálnak, mint az egyiptomi vagy a kínai piramisok. A mexikói piramisokra végig lépcső vezet fel. Teraszok vannak rajtuk, ahol a papok bemutatták szertartásaikat. Itt rótták le a halandók az istenek járandóságát, amelyet vérben kellett fizetni, és az ellenérték a birodalom virágzása volt. Nos, nebulók, emlékeznek a nagy piramis rejtély kérdéseire? Hogy miért olyan hasonlóak a piramisok? Hogy az egyiptomi piramisokon miért nincs lépcső? Nos, a mexikói piramisokon van. Többet egyelőre nem árulok el. Mexikóban rengeteg piramis van, de nem csak a számuk lenyűgöző, a legnagyobb is itt található. Emlékeznek arra a piramisra, amelynek a helyét kellett kitalálni, amelyikben több kilométer alagút van? A mexikói Cholulában található, a világon a legnagyobb. Alapterülete 183 ezer négyzetméter. Háromszor akkora, mint az egyiptomi nagy piramisé. Amikor a spanyolok meghódították Mexikót, egy jó nagy katedrálist építettek a piramis tetejére, és mégis alig venni észre. Jól van, nagy okosok, most már tudják, hogy hol van a világ legnagyobb piramisa. A plusz kérdés, melyik országban kezdtek el szó szerint az ég felé építkezni? Segítek egy kicsit. Gondoljanak az egyetlen piramisra, amelyet a Bibliában megneveznek. Na, hogy hívják az egyetlen piramist, amelyikről szó esik a Bibliában? A Mózes első könyvében említett Bábel tornya az ősi Babilonban, a mai Irak területén volt. A torony ma már nem létezik. Nagy Sándor romboltatta le 2000 évvel ezelőtt. De ott van egy festményen, amelyet egy 16. századi művész alkotott. Lehet, hogy nem látszik piramisnak, pedig az. Széles az alapja és a teteje felé keskenyedik. De ez csak egy művész elképzelése. Ha rekonstruálni szeretnénk a valódi látványt, meg kell dolgoznunk érte. Jól van, nebulóim, készüljenek föl az első terepmunkára. Ez minden, ami az eredeti Bábel toronyból megmaradt. Egy árok és a torony alapja. De legalább adnak némi benyomást néhai méretéről és formájáról. Hogy részletesebb képet kapjunk, el kell utaznunk 160 kilométerrel délebre, az ősi Ur városába. Hatalmas piramisokat építettek itt az emberek, és zikkuratunak nevezték őket, ami annyit tesz, rituális célra emelt hatalmas épület. Minden iraki zikkuratú közül ez maradt fenn a legjobb állapotban. Csupán fele olyan magas, mint amilyennek a Bábel tornyot feltételezzük, így elképzelhetjük, hogy az milyen hatalmas volt. Vagyis az úri zikkuratú adja a legjobb támpontot rekonstrukciónk elkészítéséhez. Kezdjünk el építkezni! A maradványokból következtethetünk, hogy az alapja körülbelül 28 ezer négyzetméter volt. A törmelékekből pedig tudjuk, hogy a torony téglából épült. Az úri zikkuratúhoz hasonlóan lépcsőzetes lehetett, méghozzá a méretét figyelembe véve 7 lépcsős és 100 méterre nyúlt az ég felé. A legtetején közel az istenekhez volt a piramis lelke, egy templom. A falakat kék, zománcos csempével fették. Majd, mint haba tortára, hatalmas bronz ökörszarvak kerültek a templom 4 sarkára.
erős épület volt, amelynek tetejére rámpák és lépcsők vezettek. A falakat vastag fehér vakolat fedte. Csillogó kék csempék alkottak melvéret a falak tetején. Úgy nézett ki, mint egy hatalmas, tornyos erőd. Ez a vityilló még egy egyiptomi piramishoz mérten is nagynak számított volna. Lenyűgöző, igaz? Nos, Isten nem így gondolta. A Biblia szerint megharagudott, mert az ember a mennyország felé, az ő birodalma felé tört. Összezavarta hát a nyelvüket, hogy ne beszélhessenek egymással. Ezért mondjuk, ha sok ember össze-vissza beszél, hogy bábeli hangzavar. A zikkuratuk teljesen egyedülállóak a világ piramisai között, és sem a Biblia, sem a régészet nem ad magyarázatot arra, hogy pontosan mire használták őket. De van Dél-Amerikában egy piramis, amely még ennél is rejtélyesebb. Egy tengerparton általában nem számítunk piramisra, de Peru északi partvidéke rendkívüli táj. Közvetlenül a tenger mellett található a világ egyik legszárazabb sivataga. Majd egy hegy mögött megérkezünk a Casma völgybe, és itt találjuk Sesin Altót, minden perui piramis nagypapáját. Piramisunk olyan nagy, hogy messziről hegynek látszik, pedig emberi kézmunkája. Csak a levegőből látható a valódi mérete. De miért építettek a peruiak ilyen gigantikus piramist? Ezt a kérdést nem könnyű megválaszolni, mert olyan régi, hogy építői még nem ismerték az írást, és épp csak elkezdték az agyagedény készítést. Olyan piramist látunk, amelyik több mint 1000 éven át az amerikai kontinens legnagyobb épülete volt. Alapja 15 futballpályányi nagyságú, nagyobb, mint az egyiptomi nagy piramisé, és szinte senki nem tud róla. A Pánamerikai Egyetem ásatások révén szeretné megfejteni az első ránézésre kőhalomnak látszó építmény rejtélyét. Három ezer évvel ezelőtt egy civilizáció úgy döntött, hogy megmozgat több mint 60 millió követ, amelyek némelyike több tonnás, hogy megépítse a Sesin Altót, és nem tudjuk sem azt, hogy kik voltak, sem azt, hogy miért tették. Tom és Sheila Pozorski csak nem egy évtizedet töltöttek a Sesin Altó rejtélyének megfejtésével. Számomra ők az archeológia igazi hősei. Napjaink egyik legnehezebb régészeti kérdésére keresik a választ, miközben tudják, hogy kincseket nem fognak találni. A Sesin Altó építői nem ismerték a fémet, így Pozorskiék itt nem találhatnak aranyat. Jutalmuk egy lépcső, melyet több tonnányi kő alatt találtak, és amely egy lépéssel közelebb viszi őket a megfejtéshez. Látják, miben különbözik a piramisnak ez a része? Itt nincsenek kövek. 60 millió követ hordtak ide, hogy megépítsék a piramist, de ez nem volt elég. Jöjjenek csak ide. Látják, mi ez? Egy vályogkúp. A piramis magja ilyen kúpokból épült. Nézzék meg közelebbről. Látják a vonalakat? Annak az embernek az új nyomai, aki 3500 évvel ezelőtt a kúpot készítette. Nagyjából ennyit tudunk azokról, akik ezt a piramist építették. Pozorskiék számára a kincset ezek az apró tárgyak jelentik, például Fred és Frederica. Csak a fejük van meg, azon néhány műtárgy közül valók, amelyeket a köddé vált építők hagytak maguk után. Nem találták meg a temetőjüket, és a csontjaiknak sincs nyoma. De a közeli múzeumban láthatunk valami igen különlegeset. Hadd mutassam meg. Ez egy természetes múmia.
A világon semmit nem tettek azért, hogy konzerválják. Csupán eltemették a száraz sivatagi homokba, így kiszáradt, mielőtt a baktériumok megtámadhatták volna. Érdekes hölgy, mond szépen A. Körülbelül 30 éves lehetett, a fogazata épp. Egyik foga hiányzik ugyan, de ha közelről megnézzük az üreget, látjuk, hogy a halála után esett ki, mivel az üreg épp. Lássuk, mi van még. A. Hajoljanak egész közel. Nézzék meg a tért kalácsát. Ha nagyon közelről nézik, látják a textil lenyomatát, amibe belecsavarták. Ez azt jelenti, hogy amikor eltemették, még nedves volt, semmit nem csináltak vele. És itt a lábujjai közt látunk egy kötelet, amellyel összekötözték az ujjakat. Ez a temetési szertartás része volt. De ami igazán különleges, amit csak Perúban láthatunk, az a keze. A tetoválás egyik legkorábbi példája. Igazán rendkívüli. Ezt a nőt olyanra tetoválták ki, mint egy jaguár. Soha nem láttam még ilyet. Ez a múmia körülbelül 2000 évvel fiatalabb, mint piramis építőink. Ezt elárulja a szertartás, az itt látható textil darab. Így valójában nem ad információt azokról, akik a piramist építették. Róluk alig maradt adat. Nem tudjuk, miért épültek ezek a piramisok. A civilizáció nevét sem ismerjük, de találtunk egy apró nyomot, amiből következtethetünk a sorsukra. Másfél kilométerrel távolabb olyasmit figyelhetünk meg, ami rejtélyes piramisépítőink végzetére utalhat. Fogadjunk, nem tudják, hogy mi ez. Ez egy teljes emésztési rendszer. Itt van a nyelőcső, a gyomor és a belek. Egy szerencsétlennek egyszerűen kitépték a beleit. Egyeseket ketté vágtak, nem lehetett kellemes. Látják ezt? Nem egy szoba alaprajza. Ezek csigolyák. Emberi gerinc. És látják ezeket a megkínzott arcokat? Kinyomták a szemüket. Akarják tudni, hol vannak a szemek? Fogták és halomba rakták őket egészen az égig. A testrészek mellett kegyetlen harcosok láthatók. Valaki nagy csatát veszített, és fogadni mernék, hogy rejtélyes piramis építőink voltak azok. Nem jelentettek nehézséget e harcosok számára. Lejárt az idejük, és civilizációjuk véget ért. Nem tudjuk, miért építették föl piramisaikat. Csak annyit tudunk, hogy a perúiak az elkövetkező 2000 évben is folytatták a piramis építést. Több százat emeltek, és bizarr, csak Perúra jellemző véres szertartásokra használták őket. De ez már más tészta. Most egy olyan helyre viszem el önöket, ahol még sohasem jártak. Fogadjunk, hogy még csak nem is hallottak róla. Következő állomásunk a csendes óceán közepe. Egy Nan Madol nevű hely. New Yorkból indulva eddig 5 repülőgépen utaztam 24 órán át, és még mindig nem érkeztem meg. Az ősi Ponapéra, Mikronézia egyik szigetcsoportjára igyekszem, a csendes óceán közepére, Pápua Új-Gineától több mint 1500 kilométerre. Van egy olyan érzésem, hogy ez már nem Bronx. Ennél közelebb még soha nem jártam a paradicsomhoz. Ponapé mindentől több száz kilométerre van, és fenyegető zátonyok veszik körül, melyek elzárják a világ többi részétől. Ha valaki nem ismeri elég jól a helyi vizeket, nem jut el a szigetre. Innen motorcsónakon megyek tovább, melynek vezetője nagyon jól ismeri ezeket a vizeket. Körülbelül 45 perces partmenti száguldás után hamarosan megérkezünk Nan Madolba. A víz Nan Madolnál nagyon sekély. Ezért kenúba szállunk, és hamarosan feltűnnek a romok. Nem hasonlítanak semmelyik ősi építményre, amit eddig láttam. A fal olyan, mint egy amerikai faházé, csak hogy fa helyett hatalmas, vulkanikus kőoszlopokból készült.
A nyílt tenger felé néző oldalon hatalmas kőfalak épültek, hogy megvédjék a szigeteket az óceán erejétől. Ezeket a kőgerendákat ezer évvel ezelőtt egy Ponapéi hegyről hasították le. Először tűzzel felmelegítve, majd az óceán vizével lehűtve őket. Ezután vízi úton érkeztek végső állomáshelyükre. Mindezt egy kicsi, elzárt, csendes óceáni szigeten, melynek lakossága mindössze 25 ezer lélek volt. De nem a kőgerendákból épített falak a legérdekesebbek. Ezeket a kis szigeteket mind emberek hozták létre. Ugye emlékeznek, azt mondtam, hogy sekély a víz. Nanmadol építői Kenun szállították ide a kőgerendákat, és így építették föl ezeket a szigeteket. Hány sziget van összesen? 92. 92. És mindet ember építette? Igen. Nanmadol népe fémszerszámok nélkül hozta létre a föld legfigyelemreméltóbb építményeit. Több száz sekély csatorna vág utat Nanmadolon keresztül. Ez a kőkorszak velencéje. A szigeteket évszázadokon át vallási szekták osztották fel maguk között. Barátom Thomas az Angolna szektához tartozik. Az Angolna generációkon át szentnek számított családjában. Három is van. Egy, kettő, három. Ki tudsz fogni egyet? Ki hát? Ki fogod, tényleg? Szívesen megnéznék egyet. Mondjuk azt ott. Hű, rengeteg van. Bizonyára kíváncsiak arra, hogy mi köze van a szent angolnákkal való viaskodásnak a piramisokhoz. Nos, minden piramis építési projekthez szükség van a vallás erejére, ami motiválja az embereket. Legyenek azok az ősi irakbéli zikkuratuk, az egyiptomi piramisok, vagy a kínai császárok sírjai. Mindhez szükség volt a hitre. Valamikor ez volt Nanmadol legszentebb helye. Senki nem tudja, hány angolna él itt, igaz? Főpapok járultak ide rendszeresen, és teknős húst ajánlottak föl a hatalmas angolnának, amely a nyílt tengerről úszott be a csatornákon keresztül. Na, itt vagyunk. Köszönöm. Ez fantasztikus. De a hit csak az egyik összetevő. Más is kell ahhoz, hogy felépüljön egy ilyen piramis vagy sír. Egy hatalmas vezér. Ez itt Nanmadol egyik uralkodójának a sírja. Családja egyesítette az ellenségeskedő szektákat, és arra használta a munkaerőt, hogy palotákat építsen, valamint ezt a sírt. Látják? A történet mindenütt ugyanaz. Nem számít, hogy az egyiptomi piramisokról vagy a Nanmadoli sírokról van szó. Egy könyörtelen vezető kellett az épületek megvalósításához. Most már tudjuk, mire van szükség ahhoz, hogy nagy épületek szülessenek. De még mindig nem oldottuk meg a nagy piramis rejtét. Miért olyan egyformák a piramisok a világ minden táján? Most, hogy kezdő piramis szakértőkké váltak, nagyon közel állnak ahhoz, hogy kitalálják. Mint mondtam, mindenütt vannak piramisok. Peruban, Kínában, Egyiptomban, Indonéziában. De miért? Ennek két oka van. Isten és a fizika törvényei. A piramisokat építő kultúrák mind úgy képzelték, hogy isteneik a mennyországban laknak. Hogy is lehetett volna közelebb kerülni hozzájuk, mint égben nyúló építményekkel? Ezért épült fel Bábel tornya, hogy felérjen Istenhez. Jól van. A mennyországig építkezünk, hogy elérjük isteneinket. De miért éppen piramisokkal? Itt lépnek be a fizika törvényei, amelyek mindannyiunkra érvényesek. Az ókori egyiptomiakra, az asztékokra, a kínaiakra, mindenkire. A piramisok ősi felhőkarcolók voltak, de modern anyagok, mint például acéloszlopok nélkül nem nyúlhattak a magasba.
Ezért az ókori világban, ha valaki nagyot akart építeni, széles alappal kellett kezdenie, amely a tető felé keskenyedik. Más szóval piramis formára kellett törekednie. Próbáljanak csak meg felépíteni egy 120 méteres tornyot kőtömbökből. Nem fog menni. Ahogy egyre magasabbra rakják a kőkockákat, az alapok egyre nagyobb terhelést kapnak, és a torony elkerülhetetlenül összeomlik. A siker titka, ha a súly több kőtömbön oszlik meg, vagyis minden kő több másik kövön nyugszik, pontosan úgy, ahogy a piramisok esetében. Így hát, ha építményekkel akarjuk elérni isteneinket az égben, a fizika törvényei egy módot adnak rá, a piramis formát. Azért építettek az ősi világ népei mindenütt piramist, mert ugyanazokat a mérnöki problémákat ugyanúgy oldották meg. De a legnagyobbak vajon miért hasonló méretűek? Van egy sejtésem, mert nagyjából ekkorákat lehetett felépíteni egy uralkodó élettartama alatt. De még mindig nem oldottuk meg egészen a piramis rejtét. Nem a méret és a forma az egyetlen hasonló vonás az ősi piramisok között. Például az egykori építészek világszerte a négy égtájhoz igazították piramisaikat. A kínaiak szerint a gonosz befolyások észak felől érkeztek, ezért úgy tájolták piramisaikat, hogy biztonságban legyenek. A mexikói nappiramisát gondosan északtól 15 fokkal kelet felé tájolták. Miért? Hogy a nap májusban emelkedjen a piramis fölé az esős évszak kezdetén. Az egyiptomiak más szempont szerint tájolták piramisaikat. Meggyőződésük volt, hogy létezik az örökké valóság és a halál utáni élet. Az éjszak csillaga soha nem nyugszik le, és a fáraók szerettek volna egyesülni vele. A majákat az idő, a dátum, a naptárak foglalkoztatták. Ezért tájolták piramisaikat a mennyország felé. De a maja piramisok olyasmit is tudnak, amit a világ más piramisai nem. Látványsót produkálnak. Évente kétszer a világ minden tájáról a mexikói Chichen Itzához sereglenek a turisták, hogy lenyűgöző látványban legyen részük. A maják kiváló matematikusok voltak. Ők találták ki a nullát, és ez a piramis sem más, mint számokban megírt kódolt üzenet. A piramis minden oldalán 91 lépcső vezet fel. 91x4 az összesen 364, plusz a tetején levő templom kiadja a 365 napos naptárt. Most számoljuk meg a lépcsők mellett lévő teraszokat. Oldalanként 9, azaz 18, a maja kalendárium hónapjainak száma. Így beleépítették piramisukba az év napjait és hónapjait. Ez a piramis egy korabeli naptáros számológép, de ne menjenek sehová, még nem ért véget a mutatvány. Ezt a piramist olyan gondosan tájolták, hogy évente kétszer a tavaszi és az őszi napi egyenlőség idején egyedülálló látványban lehet részünk. Egy árnyékkígyó ereszkedik le a lépcsőkön az ősi maják látványsúlyaként. Emlékeznek az indonéziai piramisra? Arra, amelyik a világ másik felén akár ikertestvére is lehetne a mexikóinak. A magyarázat meglehetősen egyszerű, de ehhez egy kicsit közelebb kell mennünk. Az azték piramisok emberi áldozat bemutatására készültek. Széles lépcsők vezettek föl a külsején, hogy mindenki láthassa, hogyan mászik fel az áldozat. Aztán kivágták a még dobogó szívét. Ezt a piramist nyilvános horror mutatványokhoz tervezték. Indonéziai piramisunk békés hely. Csupán egy keskeny lépcső vezet fel rajta, amely a pap számára készült. Itt nem történt semmi véres és erőszakos cselekmény. Nincs emberi áldozatok számára készült oltár. Ez a piramis kedvesebb istenek számára készült. Jól van, nebulók. Eljött az idő, hogy megválaszoljuk az utolsó kérdést. Azték és indonéz piramisaink adják meg a választ a nagy piramis rejtélyre. Miért hasonlítanak egymásra a világ piramisai? A válasz? Nem hasonlítanak. Első pillantásra ikreknek látszanak,
de ha megcsináljuk a házi feladatot és közelről megnézzük őket, nagyon is különbözőek. Minél többet tudunk a piramisokról, annál kevésbé tűnnek hasonlónak. Minden kultúra a maga módján a saját céljaira építette piramisait. Ezért olyan simák az egyiptomi piramisok. Nem rendeztek szertartásokat a tetejükön. Mexikóban épp ellenkezőleg. Szükségük volt lépcsőre, hogy az áldozat felmászhasson. Mindegyik piramis más. Hadd mutassam be a legegzotikusabbat, amit eddig láttam. Indonézia nem kifejezetten az a hely, ahol piramisokat keres az ember. Ez a legnagyobb iszlám ország, és az iszlámok mecsetekben imádkoznak, nem piramisokban. De van itt egy elszigetelt közösség, a hinduk. Nem vették fel az iszlám hitet, és hindu őseik építették a piramist, amelyet meg akarok mutatni. Valóban elég rejtélyes idefent. Egy hindu templom. Ha látni akarják a piramist, fel kell mennünk be a kapun, egyre magasabbra a hegyen. A hindu közösség még ma is itt imádkozik. Tudom, hol a piramis? Nos, ha keresztül megyünk minden kapun, elhaladunk minden oltár mellett, a végén megtaláljuk a piramist. Még ezen a messzi indonéziai hegytetőn is piramist emeltek az emberek, ha isteneik közelébe akartak kerülni. Így hát megoldottuk a nagy piramis rejtét. A világ piramisai nem egyformák, de egy valami mégis közös bennük. Mindegyik az ég felé szökik. Az egyiptomi piramisok a fáraók sírjai voltak, és a mennyország felé mutatták az utat. Az ősi Mexikóban azért épültek piramisok, hogy az istenek lássák az áldozatot. És amikor a babiloniak nekiláttak Bábel tornyának, a mennyországot akarták elérni vele. A lényeg ugyanaz, a lehetetlenre törtek. Az égig akarták emelni épületeiket. Hosszú időbe telt túlszárnyalni a régieket. 4000 éven át az egyiptomi nagy piramis volt a bolygó legmagasabb épülete. Méter? 130 méter? 140? 145? 147? Mindjárt ott vagyunk. 150 méter. Majdnem pontosan a nagy piramis magasságában vagyunk. Egészen a 19. századig nem épült magasabb épület. És akkor született ez a szépség. 4000 évnyi tapasztalat és vasrudak kellettek Gustav Eiffel számára ahhoz, hogy megépítse ezt a tornyot. Kizárólag azért, hogy magasabbra jusson. Narrátor Háda János. Munkatársak Bajomi András, Breyer Zoltán, Karsai György, Levacsics Péter, Varga Marian. A magyar változat a Premier Média megbízásából a Yellow Stúdióban készült.